Ugye az egész életünk döntések sorozata. Igen. Döntünk, minden pillanatban döntünk. És ezek a döntések gyakran állítanak minket helyzetekbe, és néha kifordulunk magunkból, nem fordulunk ki magunkból tudunk önmagunk lenni, de nem tudunk önmagunk lenni. Mindenféle formátum van, szerintem mindenki beleesett már mindenféle helyzetben. Régi a sláger, de igaz, hogy minden sikeres és boldog embernek van egy közös nevezője, nagyobb részt az, hogy önmagát adja. ő nem azért sikeresek boldogok, mert ilyenek vagy olyanok, és nem azért, mert ők tökéletesek, jelentsen ez ugye bármit, hanem egyszerűen csak annyi, hogy hogy önmagukat adják. Legyen ez bármi is. Biztos vannak hibájuk és hibáik, és ezért bosszankodnak is, bosszúsak is emiatt, de egy biztos önmagukat adják. Hogy, hogy áll összefüggésbe a döntés, és az, hogy én önmagamat adjam minden pillanatban? Hát ugye végül egy nagyon magasabb labdát adtál föl. Igyekeztem. Tehát először is azzal kezdem, tudod, hogy az ember döntése az azért annyira fontos, mert igazából azok vagyunk, amit végül eldöntünk. Az életünk értékei vagy hitványságai a döntéseinknek az eredménye. Egyik sem véletlenségnek a művet, tehát nem véletlenül leszünk sikeresek, vagy nem véletlenül leszünk kudarcosok, hanem gyakorlatilag a személyes választásunk révén leszünk azok, akik leszünk. Ugye itt úgy vetetted fel a kérdés, hogy a siker az önmagunknak a, a, az adása, vagy önmagunknak a képviselete, de ez visszanyúl egészen odáig, hogy igazából egy, egy szabad ember képes igazából eljutni oda, hogy önmaga lehessen, és önmagát tudja majd adni. Na most ugye az egész evangélium és végülis a Biblia világkép pont erről tanít meg bennünket, hogy addig, amíg az ember nem él szabadságban, és a szabadság alatt mondhatnám pont azt a definíciót, amit néhány évvel ezelőtt pásztorunk a tanításában definiálta, hogy a szabadság az nem más, mint belső és külső kényszermentesség. Tehát kényszer nélküliségben él az ember, tehát nincs semmire kényszerítve. Azaz tud választani. Tehát a döntés és a szabadság az kéz a kézben jár, és azért hoztam be a szabadság kérdését is a képbe, mert addig, amíg az ember nem szabad, vagy nem tudja a szabadságát meg ö, szerezni, megtartani, aztán képviselni, addig nem is tud önmaga lenni sem. Na most az igazi szabadságot ugye nagyon sokféleképpen próbálják definiálni, ahogy elmítettem az előbb, ugye, egy külső-belső kényszermentesség, de ezt nagyon ritkán élik meg az emberek, hogy külső és belső kényszerek nélkül élhetnének, vagy élnének. Tehát sokféle kényszer van sajnos az emberek életében, és ennél fogva önmagukat is nagyon nehezen tudják adni. Tehát ahhoz, hogy eljusson valaki odáig, hogy önmagát adja, addig igazából a szabadságát kell, hogy nagyon értékelje, illetve meg, meg, megtalálja. Most ugye az új szövetség, az alapvetően a megváltásról szól, és, és mindig, ha megnézzük a bibliai karizmatikus korszakokat, mindegyik azzal kezdődött, hogy először megszabadította az úr az ő népét. Ugye Egyiptomból, a rabszolgaságból szabadította meg, később a virágkorában a különféle nemzeteknek az elnyomásából szabadította meg az úr, majd később ugye a, a körülöttük levő népeknek a... a a, a, az elnyomása alól szabadította meg őket. Úgyhogy különféle területeken az elnyomás alól emeltek Isten először az embereket, hogy utána önmaguk lehessenek, vagy, vagy, vagy döntésre alkalmas emberek váljanak. Mert ugye az önmagunk adása, valamint a személyes döntések az akkor képviselnek értéket, ha nem vagyunk korlátozva. Tehát nincsen korlátozás az élet, nincsenek kényszerek az életünkben. Vagy pedig ezeket a kényszereket tudjuk vetni magunkról. És akkor az új szövetségre átugorva, az új szövetség viszont arról beszél, ugye, hogy Jézus Krisztus azért jött, azért adta az életét, hogy minket megszabadítson. Tehát az új szövetség azért egy rendkívüli üzenet, mert a szabadság üzenete hint jelent meg, ha meg akar szabadítani a bűntől, a bűn következményeitől, amelyek durva kényszerek az ember életében, erőteljes és nagyon erőszakos kényszerek az életünkben, meg akar szabadítani az átoktól, az is egy rendkívüli kényszer, ami alapvetően nem természetes, hanem természet fölötti, spirituális, szellemi kényszer. Ne akar szabadítani bennünket az Úr a családi örökségünktől, a familiális ö, ö, tradícióinktól, ettől is megváltott bennünket az Úr. Ez is egy elképesztő kényszer tud lenni az ember életében, és tudjuk, hogy sorsfor, sorsformáló kényszerként tud működni ez egyébként az emberek sorsában. Na most ugye, ez a nagyszerű az evangélium, vagy mindezekből a szabadságot hirdetett a Krisztus, és hirdet a Krisztus, és amikor az ember ezt felfogja és igazából értelmezés megérti, na akkor kezd olyan állapotba, olyan helyzetbe kerülni, hogy a döntései azok már, hogy, tehát a döntései értéket vagy értéktelenséget képviselnek.